ez már nem ér aranyat. A szakértők szerint 2050-re állandósulhat az elmúlt hetekben tapasztalt hektikus időjárás. Választás 2024. Ezúttal a Momentum tartott fórumot Kanizsán, Zalakaroson pedig jelölt bemutatót rendeztek. Gólyamentés. Az összefogásnak köszönhetően megmenekülhet a két kiskanizsai fióka. Jó estét kívánok, Vuk Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója június 4-én, kedden, a Nemzeti Összetartozás napján. Jönnek a részletek. 2050-re jelentős éghajlati változások állhatnak be Nagy-Kanizsán és a térségben is. A szakemberek által készített klímamodellek szerint az átlag hőmérséklet több Celsius fokkal is növekedhet, valamint jóval gyakoribb lesz a hőhullámos napok száma. Emellett a már most is tapasztalható váratlan és heves esőzések is egyre többször fordulhatnak elő. A szakemberek szerint az emberiség egyik legnagyobb kihívása napjainkban maga az éghajlatváltozás, amit leginkább az üvegházhatás okozta globális felmelegedés idéz elő. A téma már 2019 előtt is fókuszban volt, de előbb a világjárvány, majd a háborús helyzet háttérbe szorította. Bár a csapadékkal kapcsolatos jóslatok nem egyértelműek, abban egyetértenek a szakemberek, hogy ennek az időbeli és térbeli eloszlása egyre szélsőségesebb lesz. Következő évtizedekben az várható, hogy itt a térségünkben is a hosszabb csapadékmentes időszakokat követően ilyen nagyon heves esőzések várhatóak. Ugye a bőrünkön is tapasztaljuk ezt itt az elmúlt időszakban, ami ugye azzal jár, hogy hirtelen nagyon nagy mennyiségű, több heti vagy éppen több havi mennyiségnek megfelelő csapadék zúdul ránk. Sokszor ugye jég kíséretében, sokszor nagyon erős szél kíséretében. Ezek a heves viharok nem csak az infrastruktúrát, de az ember életeket is veszélyeztethetik. A változás ugyan már megelőzni nem tudjuk, de kellően felkészülhetünk rá, például a csapadékvíz elvezető rendszerek modernizálásával. Néhány évvel ezelőtt készült el Nagy-Kanizsa klíma stratégiája, amit a városvezetés is elfogadott. Az ebben szereplő modellek a pontos értékeiket tekintve ugyan eltérhetnek, de a várható hektikusságot mind kiemelték. Ami még ebből adódik a úgynevezett a hőhullámos napok száma, tehát hogy most beszéltünk ugye a csapadékról, mint szélsőséges időjárási esemény, a másik oldalt ott vannak a hőhullámos napok. Ebben is az a helyzet, hogy van olyan klímamodell, amely azt mondja, hogy 2050-re itt nagyjából 5-10 nappal több olyan nap lesz Nagy-Kanizsa környékén egy évben, amely hőhullámosnak tekintendő, de van olyan klímamodell, amelyek ezt 15-20-ra prognosztizálja. Musics Róbert hozzátette, a folyamatot megállítani már nem tudjuk, de magánemberként is tehetünk azért, hogy lassítsuk a globális felmelegedés jelenségét. A témában készült teljes interjúnkat megtekinthetik mai Napi Kanizsa című műsorunkban. Gólyafiókákat mentettek hétfő délután a kiskanizsai Őrtorony utcában. Egy bekamerázott fészeknél vették észre a problémát, hogy a pár egyike napokkal ezelőtt eltűnt, nem tért vissza, a fiókák mellől pedig a másik madár nem mozdul, így a kicsik nem jutottak élelemhez, egyikük el is pusztult. Kettőt azonban sikerült megmenteni az összefogásnak köszönhetően. Hétfőn kapta az értesítést a Balatonfelvidéki Nemzeti Park, miszerint probléma lehet egy szaporulattal a kiskanizsai városrészben. A kamerát a hatóság eddig nem ismerte, de közös összefogással az áramszolgáltató és a katasztrófavédelem közreműködésével mindent megtettek azért, hogy az életben maradt két fiókát megmentsék. Szokatlanul kicsik, tehát a többi gólyafészekben, amit figyelünk rendszeresen, már jóval fejlettebb állapotban vannak a fiókák. Ezek még egész fejletlenek, talán egy-két hetesek lehetnek maximum. Úgyhogy itt valami már korábban is történhetett, vagy későn álltak neki a fészkelésnek. A kiskanizsaiak figyelik és óvják a magyar nép kedves madarát. Erről híradónk is több alkalommal beszámolt. Az Őrtorony utcában lévő fészket tavaly építették a gólyák, és második alkalommal foglalta el egy fiatal pár. Mint azt Hol László, a kamerát telepítő butoripari vállalkozó elmondta, fia kezdeményezése nyomán kamerázták be a fészket. A madarak érkezése és költése országosan sok virtuális látogatót vonzott, így kaptak értesítést arról is, hogy valami probléma adódott a fészekben. Visszanéztem a kamerát, és a gólyának a párja, szerintem a hím az utoljára elsőjén délelőtt volt itt, és akkor távozott.
azóta a tojó csak várt, és ugye nem volt már ennivaló, ő nem tágított, nem hagyta itt a gólyákat, és látszott, hogy éheznek. Egy kis gólya már el is pusztult, azt kidobták, meg volt benne egy olyan tojás is még, ami már nem volt jó. Úgyhogy szóltunk az illetékeseknek. A helyiek, az utcabeliek próbálták eleséggel is ellátni a fiókáival magára maradt Őrtorony utcai gólyát, aki azonban nem mozdult a helyéről. A szakemberek szerint a viharos időjárás megtépázza az állományt, de reménykednek abban, hogy a mentés sikeres lesz. A fiókák a madármentő állomásra kerülnek. Pónilovaglással, ugrálóvárral, hordóvonattal és kézműves vásárral várták a családi napra látogatókat szombaton Miklósfán a Mindenki házában. Az esemény különlegességét adta, hogy ezúttal a helyi óvodával közösen szervezték meg. A világjárvány idején fogalmazódott meg a családi nap gondolata, hiszen, mint azt Pintér Tuboly Kinga elmondta, ez lehetőséget ad az embereknek a találkozásra és a közös beszélgetésre. Kiemelte, idén a hagyományokkal ellentétben nem a sztár fellépőkre helyezték a hangsúlyt. Elsősorban a saját klubtagjaink fognak a színpadon bemutatkozni, fellépni, illetve idén még egy újdonság, hogy az idei évben az óvodával közösen szerveztük meg a családi napot, így az óvodásoknak is lehetőségük nyílik, mint fellépni, mint velünk közösen főzni, játszani egész nap, plusz programpontként színesíti is a mai napunkat. A finom ételek és a kézműves vásár mellett számos gyerekprogram várta a helyieket, és sok család főleg ezért látogatott ki. Tavi Zsófia a gyerekeivel minden évben elmegy a rendezvényre. Nagyon sok program lesz, ugrálóvár, hordóvonat, a gyerekeket nagyon szeretik az arcfestést is, a kislányomnak kedvenc a csillámtetoválás, úgyhogy nagyon sok mindenért jöttünk, hogy ezt mind kipróbálhassa. A pónilovaglás is sok fiatalt vonzott, de az ugrálóvárat és a hordóvonatot is szinte minden gyerek kipróbálta, pihenésképp pedig egy közös ebédre is lehetősége volt a családoknak. Zala vármegyei körútja alkalmából látogattak Nagykanizsára hétfő este Donát Anna és Deli Tamás Győző, a Momentum Mozgalom EP képviselőjelöltjei. A kiskanizsai fórumon a pártelnök úgy fogalmazott, ha változást akarunk, fontos megérteni, hogy az önkormányzati, valamint az európai parlamenti választások szoros kapcsolatban állnak egymással. Az eredetileg két helyszíre tervezett fórumból a rossz időjárás miatt végül csak a kiskanizsai valósult meg. A politikusok kettős üzenettel érkeztek, egyrészt az önkormányzati, másrészt az európai parlamenti választások miatt. Ahogy elmondták, a Momentum az utóbbi 5 évben is azon dolgozott, hogy az uniós források megfelelő helyre kerüljenek. Donát Anna kiemelte, azt tapasztalják, hogy a kisebb településeken élők is nyitottak a párt nézeteire. A helyi kisközösségek rádöbbentek, hogy nekik van igazán erejük. Ne várják többet fentről, hogy valaki kitalálja, hogy mitől lesz jobb itt élni, mitől lesz jobb a közösség maga. Saját magukat megszervezik, és keresik hozzá a lehetőségeket. És mi ezt a hidat szeretnénk megteremteni. Én azt gondolom, hogy nekem európai parlamenti képviselőként ez az elsődleges dolgom. Donát Anna hangsúlyozta, a Momentumnak Zala megyében, így Nagykanizsán is erős bázisa van. A fórumon részt vett Peszleg Attila önkormányzati képviselőjelölt is, aki bizakodó a kanizsai városvezetés jövőjével kapcsolatban. Mivel feltörekvő párt maga a Momentum is, ez tükröződik a képviselőtestületen, illetve az aspiránsok számát és személyét tekintve is. Gondolok ezzel arra, hogy a nagykanizsai közgyűlésben jelen pillanatban viszonylag szabad szemmel láthatóan nagy mértékben terveznek momentumos képviselők bekerülni. A találkozón az Éljen Városunk Egyesület több politikusa is részt vett. Donát Anna hozzátette, bízik a választók eltökéltségében, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós országok életszínvonala végre Magyarországra is elérhessen. Egy nyílt fórum rendezvényen mutatták be politikai programjukat a zalakarosi polgármester és képviselőjelöltek hétfőn este a Karos Korzó rendezvényközpontban. A városvezetői tisztségért Ciráki Népakulár Judit, a jelenleg is regnáló Novák Ferenc és Szabados Gyula indul a vasárnapi önkormányzati választásokon. A 3 polgármester jelölt mellett a 18 képviselőjelöltnek volt lehetősége felszólalni a lakossági fórumon. Előbbieknek 6, utóbbiaknak 3 perc állt a rendelkezésükre, hogy ismertessék a programjukat.
Novák Ferencet 2010-ben választották meg polgármesternek, azóta két további választást nyert. Szerinte a mostani időszakban kulcskérdésnek számít a fiatalok megszólítása, mivel Zalakaros lakossági összetétele jelentősen változott az elmúlt években. De a kormánypártok helyi jelöltje felszólalásában az együttműködés fontosságát is hangsúlyozta. Próbálom az embereket olyan döntéssel rábírni, hogy olyanok, akik tenni akarnak a település összefogva, és ez szerintem egy nagyon fontos, hogy közösen dolgozunk a célért. Ilyen kis településen, mint Zalakaros, a párpolitika fölött kell dolgoznunk, vagy éppenséggel alatt, de én úgy gondolom, hogy együtt összefogással Zalakaros tudjuk megvalósítani ezeket a célokat. Szabados Gyula 2019-ben Nagykanizsán indult polgármester jelöltként. Most a zalakarosi lokálpatrióták közössége színeiben szerepel. A politikus programját 12+1 pontba szedve ismertette, amelyben sarkalatos tételnek számít az idegenforgalom és az oktatás. Valójában azt érezzék, hogy a helyi iskolába a gyerekeik megszerzik azokat a tudásalapokat, amelyek majd később a nemzetközi karriert számukra elérhetővé teszik, és ezért ugye, amit szerepel is, hogy célom az, hogy a ciklus végére magyar-német kéttannyelvű iskolával fejlesztenénk a helyi karos iskolát. Több mint 20 éve jel Zalakaroson Cirákiné Pokulár Judit, aki kétszer is betöltötte az alpolgármesteri tisztséget, valamint 2010-ben a polgármesteri címért is indult, ám alul maradt Novák Ferenccel szemben. Szerinte sürgős változásokra lenne szükség a településen, hiszen a 2019 óta tartó ciklus során szinte csak ígéreteket kaptak a fürdőváros lakói. Ezért döntött úgy, hogy ismét megméreti magát a városvezetői posztért. Van, amit számon kell és számon lehet kérni az előző testületen, hiszen egy olyan fontos fejlesztés sem valósult meg, vagy nagyon kevés, mert ugye a fürdőn egy projektet sikerült létrehozniuk, amire a település hosszú távú fejlődése és az egyebek szempontjából nagyon nagy szükség lenne. A 18 képviselőjelöltből 12-en függetlenként indulnak a karosi önkormányzati választásokon. A település lakosai összesen két választókörben adhatják le szavazataikat. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Dupla fejlesztés Eszteregnyén. A felújított épületben működtetik az óvodát és a bölcsödét. Gyermeknapi horgászverseny. A fiataloké volt a terep a Csótónál. Gyermeknappal egybekötött családi napot szerveztek vasárnap délután Eszteregnyén. A programon játékokkal és ételekkel várták a helyieket, majd átadták a több mint 100 millió forintból felújított óvodát és bölcsödét. A családi napnak 5 éves hagyománya van Eszteregnyén, ahova elsősorban a helyieket várják. Azonban Kele Lajostól megtudtuk, a környékbeli településekről is többen érkeznek. A polgármester kiemelte, ez egy jó lehetőség a családoknak a közös időtöltésre, ugyanis az idei programot a gyereknap jegyében szervezték meg. Különböző játékok vannak itt, amit a gyerekek ingyen használhatnak, a szülőkkel együtt kijönnek, és tulajdonképpen kapnak az önkormányzattól palacsintát, különböző fagylaltot, tehát különböző dolgokat. A délután második felében két intézményt is átadtak. Az óvoda két pályázat segítségével összesen több mint 100 millió forintból valósult meg, míg a bölcsödét az önkormányzat saját forrásból mintegy 16 millió forintból hozta létre. A gyerekek nagyon örültek, ugye a teljes épület felújítása megtörtént, és ez azt jelenti, hogy a játékeszközök, a tárgyi feltételek is mind újak lettek. Az önkormányzat segítségével elkészült ugye a mini bölcsöde is, és hétfőtől már a gyerekek is igénybe vehetik a mini bölcsödét, az óvodások pedig már itt vannak velünk. Az óvodába jelenleg 18-an járnak, míg a bölcsödébe 7 gyereket vehettek fel. Gór Balázsné hozzátette, ez a fejlesztés nagy segítség a helyieknek. Úgy fogalmazott, hatalmas dolog a falu életében. A Kammerer Zoltán regionális akadémiai kupára készültek a kanizsai kajakosok szombaton a Csónakázótónál. Az esemény fő célja a hétvégi verseny előtti szintfelmérés volt, ahol 9-től 17 éves korig a klub minden tagja összemérhette a tudását. A házi versennyel nem csupán a hétvégi regionális kupára készültek a kanizsaiak, hiszen a nyár folyamán számos megmérettetés áll előttük. Az eseményt a Plastek Kanizsa Kajakkenu Klub minden évben megszervezi, amit idén egy nyílt nappal kötöttek össze. Paksi Tíma elnök elmondta, két korosztályra osztották az indulókat,
Így a 14 év alatti és feletti korcsoportban is összemérhették a tudásukat. Hozzátette, a rossz idő nagyban megnehezítette a gyakorlást. Gyakorlatilag a várakozásainknak megfelelően nagyon közepes idők születtek, hiszen a szél az nagyon fúj, úgyhogy nem tudtunk csúcsokat menni, pedig azt szerettük volna, de nem baj, jövő héten majd a sima vízen újra próbáljuk. De ami a fő lényeg, hogy mindenki kihajtotta a maximumát, és ez nagyon-nagyon örömteli nekem látni, hogy a gyerekek egyre jobban megszerzik a versenyrutin, tudják, hogy kell föltenni a rajtszámot, tudják, hogy kell szépen egy rajtba beállni. Gyerünk, Timi! Hajrá, Timi! Az eseményen a legfiatalabb induló 9 éves volt, de 17 éves korig minden klubtag lehetőséget kapott a felkészülésre. Magura Benedek több mint 10 éve kezdett versenyezni. Mint mondta, gyerekkora meghatározó helyszínévé vált a csónakázótó. És szerintem eddig jó, de viszont ezután jön a lényege a nyílt napnak, ugyanis 11 órától a kedves vendégeink megpróbálhatják ugye a különböző hajókat, kajakot, indián kenut, és ha jól tudom, akkor esetleg még a sárkányhajót is, hogyha lesznek bátor vállalkozók. Magura Benedek azt is elmondta, a házi versenyre is sokat készültek, például résztávos és időmérős edzésekkel. Hozzátette, ennek köszönhetően a verseny is jól sikerült. Négy kanizsai egyesület közös szervezésében tartottak gyermeknapi horgászversenyt vasárnap délelőtt a csónakázótónál. A programon alsó és felső tagozatos diákok vehettek részt a szülők és a nagyszülők kíséretében. Csak nem egy évtizede tartották meg az első gyereknaphoz kapcsolódó horgászversenyt, ami azóta hagyománnyá vált. Minden évben más-más egyesület vállalja a szervezést, míg idén közös munkával valósították meg a programot. Kovács Zsolt, az Egyesült Izzóhorgász Egyesület elnöke elmondta, szinte minden generáció részt vett az eseményen. Vannak alsó tagozatosok, felső tagozatosok, külön lesznek a díjazva is, az alsó felső tagozatosok. Van olyan gyerek, akinek az apuka, anyuka horgászik, de van olyan, akinek csak a nagypapa jött el vele, úgyhogy teljesen vegyes a felhozatal. A versenyen 33 gyerek vett részt, köztük Pap Nóra, aki a szüleivel együtt érkezett. Mint mondta, gyakran horgászik közösen a család. Nagyon jó élményekkel, hogyha megnyerem, akkor még jobbakkal. És milyen eredményre számítasz? Hogy harmadik helyezett leszek. A verseny végén a gyerekeket díjazták, majd a szervezők süteménnyel, pizzával és más ételekkel is megvendégelték a résztvevőket. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Ez már nem ér aranyat. A szakértők szerint 2050-re állandósulhat az elmúlt hetekben tapasztalt hektikus időjárás. Választás 2024. Ezúttal a Momentum tartott fórumot Kanizsán, Zalakaroson pedig jelölt bemutatót rendeztek. Gólyamentés. Az összefogásnak köszönhetően megmenekülhet a két kiskanizsai fióka. Ez volt a Kanizsa TV híradója június 4-én kedden. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön kulturális műsorunk a Kanizsa Kult. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!